Riasztás esetén továbbra is kivonulnak a hegyi mentők a Madarasi Hargitára is. Közös közleményt adott ki a Hármont Hegyi Mentő Egyesület, a Madarasi Hargita síközpontot üzemeltető Bagolykő Kft., valamint a Hargita Megyei Tanács Hegyi Mentő Közszolgálata, amelyben még egyszer pontosítanak a Madarasi Hargitán megvalósuló hegyi mentő tevékenységgel kapcsolatosan. A sípályákat üzemeltető cég és a Hármont Hegyi Mentő Egyesület közös, jelenleg egyeztetés alatt álló szerződése arról szól, hogy az Egyesület ne csak a kötelező riasztásos rendelkezésre állást, hanem folyamatos helyszíni jelenlétet biztosítson. A szerződés egyes pontjaira vonatkozó egyeztetés még folyamatban van, várhatóan néhány napon belül sikerül aláírni, akkor a permanens felügyelet is biztosítva lesz. A közlemény szerzői leszögezik, hogy Hargita megye egész területén, beleértve a Madarasi Hargitát és az ott található sípályákat is, folyamatos éjjel-nappali hegyimentő szolgálat működik, azaz riasztás esetén mindenhová kivonulnak a hegyimentők. Tehát a riadó rendszerű éjjel-nappali hegyimentő szolgálat most is üzemel, és a folyamatos helyszíni jelenlétről szóló szerződést is hamarosan megkötik. Mindössze egy-két részlet kérdést kell még pontosítani, derül ki az érintettek sajtóközleményéből.